A felső Tisza vidéken, a Beregi és Szatmári síkságon, a Tisza és a Szamos, valamint a Túr árterületein meghúzódó gyümölcsösök különösen értékes szárazanyagtartalmú termése a Nem tudom szilva, amelyet penyigei kék szilvának is neveznek. Guti Rudolf őstermelő úgy látja, ez az egyik legértékesebb, legtöbbet keresett gyümölcse a térségnek. Ami nálunk a valuta, Nem tudom szilva és abból készült lekvár, ez a valuta, és gyakorlatilag ezt az ország minden részéről keresik, pontosan azért, mert az országban csak 37 helyen terem meg ez a Nem tudom szilva. És úgy néz ki, hogy ebben a keleti részben elég jó volt a termés, és akkor a vevők is ide szorultak ezáltal, és nem bírtuk őket kiszolgálni, hát jöttek az ország másik végéből is, Gombathely, meg Győr, Szombathely részről is jöttek lekvár és alapanyagok, nem tudtuk őket. Az idei időjárási viszonyok kedveztek a szilvának, így az Elena és a Prezenta is jó termést adott, akár csak a Nem tudom szilva, amelynek cukorfoka eléri a 18-19-et is, így kiváló lekvár alapanyag, és a belőle készülő pálinka is egyedi ízvilágú. Az időjárás nagyon kegyes volt, hogy jó csapadék a tavalyi szárazsággal szembe, de viszont a gombabetegségek is előjöttek, sűrűbben kellett felvetezni. Növényvédelmet többet kellett beavatkozni ebbe a dologba, viszont termésben mutatkozik, nagyon szép a termés. Hát próbáljuk lekvárvonalat, illetve pálinkának. Habár nálunk a térségben nem ez a szilva fajta, a jellemző inkább a Nem tudom szilva, pálinkának, meg lekvárnak, meg a Nem tudom szilvát, az kézzelábbal keresték, az bármennyit el tudtuk volna adni. A szakember úgy látja, ahhoz, hogy a térség valutája versenyben maradhasson, a termesztők összefogására lenne szükség. Azzal, hogy bennmaradjunk a piacon, vagy megmaradjunk a piacon, ahhoz minőségbiztosítási rendszerekbe kellene belépni, meg valamilyen szinten létre kellene hozni valami szövetkezetet, vagy valami közös értékesítési formát. Ezt a két dolgot mindenféleképpen úgy látom, hogy ez a elkövetkező években nagyon fontos dolog lesz. Mert itt a külföldi vevők mind azt mondja, hogy hol van a globálgép, hol van a bio, hol van ez, hol van az. Így tudnánk talán piacképesek lenni a tőlünk keletebben jövő árukkal szembe. Most nem akartam itt országot megnevezni. A szakember tapasztalatai szerint a nyugati és észak-európai országok gyümölcstermesztői alkalmazkodtak a növényvédelmi és gazdasági kihívásokhoz, így egységesen tudják képviselni az érdekeiket. Ennek köszönhetően egy adott terményből nagyobb mennyiséget is képesek értékesíteni. Guti Rudolf hangsúlyozta, ha nem sikerül a Vármegyében is hasonló változásokat elérni, akkor esély sem marad visszatalálni a régi piacokra, valamint a hazai konzervipari termékek közé.